Szeretettel köszöntöm tehát a vonalban Havasi Györgyöt Skóciából. Szerbusz! Szia, sziasztok! Madártávlatra váltunk tehát rezsi ügyben és alapvető élelmiszerek ügyében, és szeretnénk egy kicsit betekintést nyerni abba, hogy Skóciában hogyan néztek szembe azzal az általános nehéz helyzettel, ami egész Európát sújtja, nyilvánvalóan elsősorban a háborúban álló feleket, de azon kívül is mindenkire kihat. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan hat ki ez a Skóciában élőkre. Mit tapasztalsz, hogyha mondjuk tejet, kenyeret szeretnél venni? Hát itt is jelentősen megdrágultak tehát az élelmiszer mindenképpen, a benzin is ugyanúgy, tehát minden megdrágult igazából. Milyen mértékben egyébként? Hát ezt nehéz megmondani, mert valami 10%-a, valami 15-tel, de igazából, tehát azt mondták, hogy 12,5%-a fognak drágulni, de én azért látok olyan árakat, ami eddig 1 font volt, most 1,50, meg még olyat is tudok, ami 100%-osan fölment, tehát a duplája lett gyakorlatilag. Ugye szokták azt mondani, és itt a bevezetőben is beszéltünk arról, hogy még mindig elég erőteljes különbséget teszünk a fejünkben legalábbis. Európa keleti része, tehát Kelet-Európa és Nyugat-Európa között. Tehát, hogyha mondjuk a skótok ezt a bőrükön érzik, az mennyire viseli meg őket az ő fizetésükhöz képest, ami ugye innen nézve mindig azt gondoljuk, hogy sokkal magasabb. Mennyire fontos számukra ez a akár 12,5%-os, akár ez a 100%-os emelés? Hát, igen. A nem egyszerű kérdés. Egyébként annyira nem viseli meg, én úgy gondolom, amit én látok, nem, tehát engem sem visel meg itt, tehát itt élek, itt dolgozok, engem sem nagyon visel meg, tehát ki tudják, tehát az itt élő emberek ezt ki tudják fizetni. Sokkal magasabb ugye a fizetés, mint Magyarországon, és hát itt nekem egy barátom mindig azt mondta, hogy azt kell számolni, hogy hány kiló kenyeret tudsz venni egy napi bérből. És tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor azért annyira nem fekszi meg a hasukat a skótoknak ez. De hát nem kellemes kétszeresét fizetni annak, ami pár héttel ezelőtt a fele volt. És hogyha a rezsit nézzük, mert ugye az aztán minden háztartásba betüremkedik, igen, hogy jön a csekk, és azért a lakhatási költség azért már egy nehezebb téma talán. Így van, jó mondod, igen, az már problémát jelent. Ez sokkal nagyobb problémát jelent itt, mint az élelmiszer, mert tehát a villany az 40 vagy 50%-a. Tehát, hogyha most valaki 100 fontot fizetett, azért 140-150-et fizet, ami nagyon sok. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Én például, tehát nem olyan nagy a lakásom, és azt hiszem, hogy olyan 1800 fonttal kell többet fizetnem, ami olyan 800-900 ezer forint. És a fizetésnek ez mekkora százalékát emészti föl általában, hogyha rezsire gondolnak, a fizetésüknek a 20%-a, a fele, vagy ennél hát, kevesebb? Nem, azért a fele nincsen, de hát igen, olyan 20-25%-én azt gondoltam, most lesz olyan 40%-a. Tehát igen, ez azért komolyabb probléma. Itt már az állam azért besegít, tehát itt megkérdezi az embereket, hogy kell-e a segítség, és ezt, ha jól tudom, bár ebben teljesen nem vagyok biztos, de én kaptam olyan e-mailt, ami 500 fontot ajánlott fel háztartásra. Tehát. Értem, tehát akkor az állam is azért, vagy a kormány is azért igyekszik ebben állami segítséget nyújtani. Hogyan változik meg akkor a skótoknak a hétköznapi élete? Mit látsz magad körül? Mennyire téma ez? Mennyire mindenhol az utcán, a fodrásznál, mindenhol erről beszélgetnek, vagy mindenki megoldja a saját berkein belül? Hát igen, elég, igen. Tehát úgy gondolom, hogy elég sokan beszélnek erről, és ahogy én is szeretem, azért agresszívabbak az emberek, idegesebbek, valamit látnak. És mit gondolnak erről? Igen. Mi a közbeszéd tárgya? Tehát úgy mit tudsz elmondani arról, hogy hogyan ítélik meg a jelenlegi helyzetüket? Hát félnek. Más nem hallok, csak azt, hogy ez egyre rosszabb lesz.
rosszabb lesz, és mondjuk tényleg mindig vagy a helyet, rájön az ember minden nappal, hogy egy kicsit. Itt egy, igen, tehát általánosságban véve itt azért elég jó anyagi körülmények között éltek az emberek, de most már azért kezdenek nagyon leadni az arcukból is, meg ugye az élet színvonalból is, mert tehát az árak azok úgy olyan mértékben növekednek, hogy ezt ők sem bírják lassan, igen. Hogyan fog meglátszani szerinted az életszínvonalukban? Mi az, amitől most akkor meg kell tartóztatni magukat, hogy egyenesbe kerüljenek? Hát én úgy gondolom, hogy az alkoholtól kéne, de hát azt nem fogják. Az a legdrágább? Igen. Hát ők úgy gondolják, hogy megérdemik a hétvégei bulit, tehát azt mindenki csinálja itt a munka utáni, de hát nem tudom, megmondom, hogy szintén nem tudom, hogy... A tiéd hogy fog megváltozni? A te életszínvonalad mennyire viseli ezt meg? Hát én talán azt tudom mondani, hogy valószínűleg én azon gondolkodok egyébként, hogy Magyarországra tehát visszajönni, tehát 20 év után azon gondolkodok nagyon, hogy hazaköltözök, mert ha megmondom, hogy én is az anyagi helyzet miatt jöttem ki, és igen, sokkal jobb anyagi körülményeket tudtam biztosítani a családomnak, mint otthon, de ennek azért már nagyon nagy árát fizetem, én úgy veszem egyszer. És tudsz arról, hogy Magyarországon milyen életszínvonal várna téged, benneteket? Hát persze, azért járok haza folyamatosan, tehát rendszeresen járok haza, 3, 4 vagy 5 alkalommal évente a gyülekezetben próbálok minél több időt tölteni. Igazából most már a gondolkodásom változott, mert most már nem az anyagi eszemények, nem az érdekel, hanem inkább az, hogy a családomat ne a pokol fele vezessem, hanem jó, mondjuk amikor kimentem, nem voltam keresztény kitértelleg, de szóval én így látom jelenleg. Tehát nem, akkor elég nagy a tét mindenképpen, és látod akkor a különbséget, igen, és igen. Akkor nem ijesztene meg a magyarországi életszínvonal? Nem, teljesen mindegy. Hát ha most, hogyha a apukám mindig azt mondta, még mikor élt, fiatalon meghalt, hogy ha egy szelet kenyér van, és az békességbe szívog az ember, akkor már megvan mindene. És most már inkább ez lebeg a szemed előtt? Igen. Hogy inkább szerényebben, de az Úrral, tehát az Úr oldalán állni, nem a pénzt keresni, a hajhászni. Hát te kellett 20 év, hogy az ember rájöjjön erre, igen, hogy... De hát mindenképpen időben. És hát nagyon köszönöm, mert most viszont nagyon fontos volt számunkra, hogy egy kicsit így madártávlatból ránézünk Európára, és most rázoomoltunk ugye a te segítségeddel Skóciára, amit egyébként nem tehettünk volna meg, hogyha te nem ott vagy. Nagyon köszönöm, hogy ránk szántad az idődet, és akkor további jó döntéseket kívánok neked. Én köszönöm, sziasztok! Szervusz! Szeretettel köszöntöm a vonalban Vajda Dániát, Romániából. Szervusz! Üdvözöllek én is benneteket szeretettel. Melyik részéről jelentkezel Romániának? Gyergyószent Miklós, Hargita megye. Ugye már itt az előző beszélgetésben felvázoltam ezt az úgynevezett egyenlőséget Európán belül, de azért mégiscsak megmaradt valahogy a fejünkben, legalábbis ez a Kelet-Európa, Nyugat-Európa, és hát az imént ugye Skóciáról beszéltünk, hogy hogyan változik az életszínvonal, attól, hogy felemelkednek az árak, például a tej, kenyér, a víz, illetve az áram és a gáznak az ára, ami ugye mind az alapvető élelmiszer és az alapvető lakhatási körülményeket biztosítja. Ez mindig ugye a fizetéseknek a függvényében tudjuk igazából értelmezni. És ez nagyon nehéz innen, tehát te ezt hogy látod, hogy Románián belül, ott, ahogy dolgoztok, és tavalyig volt egy bizonyos ára ezeknek a dolgoknak, a fizetésetekhez képest most ez mekkora változást okoz, és ez hogyan látszik meg az életszínvonalban? Hát ha az életszínvonalat nézem, akkor nem ad még egy reális képet. Az, ami van, a számok azok más mutatnak. A vásárlási lendület az úgy a többségében az emberekben megmaradt,
és mintha legtöbben nem is akarnának szembesülni azzal, hogy mi az, amiben most benne vagyunk, hogy lehet, hogy picit vissza kéne fogni, meg át kéne rendezni a sorokat, prioritásokat, és esetleg valahol vissza kellene fogni a vásárlási kedvet. Most ez csak egy érdekességgel akkor kezdeném, hogy egy leghíresebb online üzlet, ami Magyarországon is jelen van. Ugye pont a műsor elején volt a Black Friday-ről, Fekete Péntekről szó, az jelentős árulási növekedést tudott elkönyvelni a mostani idei Fekete Péntek alkalmából, ami engem őszintén meglepett. Hogy felmentek Tehát az árak? annak ellenére felmentek az árak, ez a cég elég magas kis különbséget, tehát 50, több mint 53 milliárdos forgalmat bonyolított idén egy nap alatt, Fekete Péntekkel. A tavalyihoz képest 3 milliárd forintnyi összegnek megfelelően többet vásároltak az emberek. És ebben Kolozsvár volt az első helyen. Tehát Tehát így az utcát. ezt a romániai részen mondott, hogy ekkorát Igen, igen, emelkedett. igen. Ez nagyon Igen. elgondolkodtató valóban. Kíváncsi vagyok, hogy te Ez hogyan nem azt mutatja, magyarázod. hogy nem mentek az árak, vagy hogy olyan jól élnénk, hanem egyszerűen, mintha többsége az embernek nem venné észre, hogy másképp kellene gondolkozni, aminek gondolom, hogy majd később lesz ára. Tehát és ebben Kolozsvár volt az első helyen és környéke. Annak ellenére, hogy jelentősen emelkedtek az árak mindenfele, és a bevételek az viszont nem. Tehát most ilyet mondok, hogy a kenyér egy év alatt 26%-ot produkál a hivatalos statisztikák szerint. Ez a Nemzeti Statisztikai Hivatalnak a jelentését böngésztem, kicsit jobban képbe legyek, mert mi a bőrünkön szinte kétszeres, tehát szinte duplát érezzük az áraknak, most durván kifejezve. És közben kiderül, hogy De igazából ez 25-26%-os ha emelkedés. ez csak a Ez csak a kenyér, de kenyér. például, igen, ez egy szeptemberi adat, és egy hónap alatt ez 18%-ot emelkedett. A cukor az 50%-ot emelkedett. Itt volt egy érdekes tapasztalatom a cukorral, hogy nemrég voltunk az anyaországban, és akkor szembesültünk, hogy az árstopp miatt a cukornak az ára, hogy van mindre, és nehezen lehet hozzájutni, mert gondoltuk, mert egyszerű lesz, akkor majd karácsonyra cukrot viszünk ajándékba barátainknak, megvetjük, melyet szabadon hozzá lehet férni, viszonylag olcsó is, és rögtön át is jöttem a határa, mert Debrecenben voltam, és azzal szembesültem, hogy a határ mellett már akkor közel 6 lei értékben volt a kilogramm a cukor, amikor itthon gyárgyúban az ország szívében nem ütte a 4 lejt. Tehát országon belül óriási különbség volt, de ami most már ez is itt is utolérte, tehát az is egy 50%-os áremelkedés produkált egy év alatt, 2021. szeptember után. De így jött a krumplis 47-tel, bocsánat, 43-mal, olaj 47-tel, tehát szépen-szépen mennek így az árak lépésről lépésről. Az is érdekes, hogy a viszonteladók nem egyformán emelik az árakat, mert van, ahol egy viszonteladó többet átvállal az áremelkedésből, a másik meg sokkal többet ruház át a felvásárlóra. Tehát ezért vannak nagy árkülönbségek Tehát óriási területen. szabadpiaci verseny van ezen a téren. Igen, A rezsivel gondolom pontosan. már nem egészen így van, mert Az feltételezem, nem, hogy az meg annak ott. van egy fix Hát a ára. földgáz az 70%-kal emelkedett Ezt egy év egyébként, alatt. óriási szám, tehát ez egy nagyon magas Igen. emelkedést jelent. Szerinted minek köszönhető az, hogy igyekeznek ezt az emberek elfelejteni, vagy nem figyelembe venni, és inkább vásárolnak továbbra is? Nem tudom, tehát ez egy adat, de mi, amit mi a saját bőrünkön tapasztalunk, az az, hogy ugyanúgy, tehát a bevásárlóközpontoknál parkolók tele vannak, az emberek ugyanúgy mozognak, tehát ingatlan piac is nagyjából változatlanul, szinte változatlanul megy, tehát az egy 22-20%-os növekedést produkál, de visszanézek utóbbi 4 évben, majdnem 100%-os növekedése volt az ingatlan piacnak. És én azt vártam, meg azt várjuk, hogy most vissza esik az érdeklődés, de még nem esett vissza. Tehát nagyvárosokban érzékelhető egy kisebb csökkenés az ingatlan vásárlásnak, de itt a környékünkön
viszont ellenben nem. Talán De még nem veszik komolyan az emberek, hogy lesz változás, vagy hát mi azt láttam, közbeszédben mi azt. forog? Igen, ezt érzékeljük, hogy a egyszerűbben, idézelben egyszerűbben, de úgy nem akar tudomást venni róla. De ellenben például itt az online vásárlásnál 43%-a nőtt a hitelben a Igen, vásárlás. ez egy Ugye, fontos ami ezt szám. számomra is ezt mutatja, hogy nem akarok tudomást venni. Úgy is megveszem magam, kell, de hát később ez. Talán ez a Carpe Diem jelenség, hogy nem baj. Eddig így éltünk, próbáljuk meg fenntartani a látszatot, hát nehogy a szomszéd meglássa, hogy most már visszafogtam magam, most már kevesebb élemben. Ez Szoktam egy... viccesen mondani, amikor mondják, hogy milyen drágaság van. Hát nem tudod, miért kerül minden ennyibe. Miért? Megtehetjük. Hát Hiába drágább az akkor... üzemanyag, elmegyünk és tankolunk. Hiába drágább minden, elmegyünk és megveszik, főleg úgy, amit muszáj. Tehát egy picit így humorral elütve az élet nehézségeit, hát már megtehetjük, nem tehetjük meg, nem Megengedhetitek venni. magatoknak. Azt nem mondtam, megengedhetjük magunk, megengedjük. Tehát Különbség, igen. van, amit nem engedhetnénk meg magunknak, de megengedjük. Akkor És nincs is aggodalom így a beszélgetésekben, vagy ott van, azért hát kijön. azért van. Persze. Van, ott kijön, beszélnek róla, sok helyen szörnyűködnek, hogy hú, hogy elmentek az árak. Azt nem láttuk bele, hogy ugye az eltevések mennyire csökkentek a cukrárak növekedésével, meg egyebekkel. De még a lendület úgy megvan az emberekben. Bízunk benne, hogy nektek lesz igazatok, és Hát valahogy azt nem tudom. visszanyerjük Úgy az vagyunk ezzel, hogy egyensúlyt. mondanak egyet, hogy mekkora emelkedések voltak, a statisztikák, a százalék, a számok, a közgazdászok. Úgy vagyunk ezzel, mint az időjárással, hogy ugye bejelentik, hogy van mínusz 10 fok, de a hőérzet az mínusz 15. Tehát itt mondják, hogy az infláció az ilyen 25-30 az alapélelmiszerben összességében, de mi azért kicsit többet érzékelünk a bőrünkön, tehát úgy, hogy szinte kétszer annyiban, tehát így durván lehetne mondani, hogy így a blokk mindenkit majdnem kétszer annyiba kerül, mint egy-két évvel ezelőtt. De még nem Holott engedtek ennek az érzésnek. hát azért mi igen, személyesen azért 5 gyerekes családban jobban oda kell figyelnünk erre, és ugye a bevételek azért annyira nem emelkedtek. Picit azok is talán, de még azért nem, sehogy nem akarja. És mert nem is fogják nagyjából az utolérni, tehát okosabb, hogyha az ember egy visszáfogja magát a nagy képernyőből, és okosabban gazdálkodik. Gyerekként még emlékszem a kommunista irának az utolsó éveire, ez mit jelentett, mivel egy olyan bányász környéken nőttem fel, és ott az egyszerű emberek ugye nagyon kevésbé kellett megoldják, és akkor is feltaláltuk magunkat, ezt kellene megszokjuk, hogy hogyan lehet ezt átrendezni a sorokat, és attól pont attól még szépen és jól megélni a hétköznapi életet. Igen, Ugye hát akkor a kevesebbé osztozva. gyerekek valóban előrelátóbbá teszik az embert, ez most csak így visszaigazolja a ti példátok is. Remélem, hogy én azért még mindig remélem, hogy nektek lesz igazatok ebben a Hát én is dologban, de hát akaratba akarok nyilván, reménykedni. de... Habár a Nemzetközi Pénzalap azt mondja, hogy a jövőre csitulni fog a lendület, tehát hogy visszájön az inflációnak a százaléka, de hát erre majd kíváncsi, hogy ez mennyire lesz igazuk. Lehet, hogy ez visszajön, de akkor fogja az ország meginni a levét a mostani nagy lendületnek. Nem tudom. Lehetséges. Úgyhogy inkább csak a cukrot kell venni és elrakni bizonyos dolgokat, hogy legalább lekvár legyen. Meg azért úgy, a mentalitás nagyon sokat számít, hogy vészeljük át, tehát hogy állunk hozzá. Most nem arról beszélünk, mondom, hogy most mindenki optimistának kell lenni, de hát azért azt mondom, nincs nagyon nagy tragédia. Habár mindig nehezebb visszavenni a jólétből, meg a kényelemből, mint előre haladni, de attól még van élet, mert valami többbe kerül. Így van. A kormány is próbálkozik ezzel azzal segíteni az embereket. A kis nyugdíjasok kapnak 2 havonta egy 21 000 forintnyi összeget, hogy azt alapélelmiszerre költhetik, de így ástoppok azért nincsenek. Az üzemanyag árakban kapunk az állampolgárok 50-ban is 41 forintos kedvezményt tankolásnál máshoz képest. Na,
Nem nagy dolog, de ugye az embernek jól esik, hogy pár lehet, kevesebbet fizeti a kasszánál, mint ami ki van írva. Pszichológiai hatása Persze, meg. persze, persze. Hát bízunk benne, hogy átvészeljük ezt az időt, és nektek is ezt kívánom. Átfogjuk. Így van. Köszönöm szépen, hogy jelentkeztél. Köszönöm Vajda Én Dánielnek, is hogy itt köszönöm. volt velünk. További Szervusz. sok sikert. És már is Ausztriában találjuk magunkat. Itt van velem a vonalban Piper Márti. Szia, Márti! Szia, Kati! Ismét nagyon optimistán cseng a hangod, mint mindig, amikor beszélünk. Remélem, hogy a okod is van rá, de ha nincs, akkor is, mert nyilván most az áremelkedésekről szerettelek volna kérdezni, hogy hogyan élitek ezt meg Ausztriában. Ez nem feltétlenül vidám téma, de akár az is lehet. Igen, igen. Hát az optimizmus lehet, hogy az úrban egy kicsit könnyebb azért, igen. mint az úr nélkül. De az való igaz, hogy az előző évhez képest már az októberi adatok szerint az infláció 11%, tehát azért ez egy nagyon, ez az utolsó második világháború után volt ilyen állapot Ausztriában, úgyhogy ez egy történelmi csúcspont most. Általában a rezsiköltségek, azt lehet mondani, hogy egy 20%-kal többe, tehát az energiaárak többek, emelkedett a gáz. Természetesen azt pontosan meg is tudom mondani, ugyan nekünk nem az van, de 127%-kal több a gáz. Ugye Ausztria eléggé függ az orosz gáztól, vagy függött, most már azért egy kicsit jobban le tudott válni, és megpróbál saját magán segíteni, így az országon belül megoldani, vagy Németországgal közösen kitalál programokat, hogy lehetne ezt másképp megoldani, és ezt a függőséget valahogy csökkenteni. Igen. Úgyhogy a gáz az a legmagasabb, de a dízelüzemanyagról is beszélhetünk, ott 50%-kal több az ára, magasabb az ára, úgyhogy fűtőolaj 95%, úgyhogy Ez nagyon, nagyon magasnak tűnik, igen. Igen. Mennyire fegyelmezettek az osztrákok, hogy mennyire esnek ettől kétségbe, vagy mennyire válik ez a mindennapi beszélgetések részévé? Mindennapi beszélgetésekben benne van, és azért a kultúrában is benne van az, hogy rögtön mindenki otthonról egyszerűen a józan paraszti észtel elkezd gondolkodni, hogy hol lehetne spórolni. Tehát például egy egyszerű példa, egy fizioterapeutánál magunkkal kell vinni a lepedőt, meg a törülközőt, ami eddig például nem volt. Tehát még egy évvel ezelőtt ehhez a fizioterapeuthoz, ha valaki elment, akkor mindent ott adtak, mindent rögtön mostak, itt most magunknak kell vinni. Tehát ilyen egyszerű módon gondolkoznak, de mindent be megpróbálják a lehető legjobban a spórolást, hogy hol lehetne és hogy lehetne. Nyilván az olcsóbb dolgokat veszik, tehát azért az élelmiszerben is körülbelül egy olyan 16 és 40% között, tehát a hús 16%-kal, de a tejtermékek, a vaj például 40%-kal drágább. Tehát ott is visszatérnek a ráma margarinhoz, nem mindenki, mert azért azt el lehet mondani, hogy Ausztriában ez a drágulás egy olyan 20%-át a népnek, a 20%-át érinti nagyon erősen. És a De többiek ugyanakkor, azok úgy el és, tudnak siklani fölötte, úgy érted? Hát úgy gondolom, hogy azért a többiek beszélnek róla, tehát ott is a spórolás egyből benne van az embereknek a tudatában, hogy jó, akkor egy kicsit talán kevesebb lámpát, egy kicsit például, ahol én lakom is, egy gyönyörű vár van a városunkban, hétköznapon már a várat nem világítják meg, csak hétvégén, tehát azért ez mindenkit érint nyilvánvaló, de nem úgy, egy forma ahogy... mértékben nyilván. De nem egyforma mértékben így van, és ezért például azt is meg kell említeni, ami miatt optimista is lehet az ember, hogy rögtön, ahogy ez elkezdődött, ez az emelkedés, ez az inflációs folyamat, rögtön elkezdett az állam arról beszélni, vagyis
kormány arról beszélni, hogy miféle intézkedéseket tudnak a segítségül nyújtani. Tehát már minden személy megkapott személy, tehát nem háztartás, hanem személy kapott 500 euró ilyen klímasegítő bont, amit azonnal a bank számlájára kaphatott. Úgyhogy ez azért... Hát ez jelentős segítség, ez egy jelentős segítség, és már a januárra következő, amikor megint ki fognak osztani minden osztráknak, vagy mindenkinek, aki Ausztriában él, és az állandó lakóhelye itt van, tehát itt a külföldiek is benne vannak ebbe, itt a szomszédos szlovákok is, minden szlovák személy, külön a gyerek is 250 eurót, tehát akár nem is tudom, 6 évig azt hiszem 250 eurót kapnak, és a fölött pedig 500 eurót, és ezért ez egy jelentős segítség. De igen, akkor ezek segítség. Szerint maguk az osztrákok is azzal, hogy elkezdenek spórolni, nem őrzik azt a látszatot, mintha az életszínvonaluk feltétlenül fenntartható lenne ugyanazon a szinten, hanem hajlandóak egy kicsit alábbadni? Igen, mindenképpen. Tehát ez viszont mindenkit érint. Valóban így a gazdagabb réteget is, vagy a közép réteget is. Tehát azért ezt mondom, a kultúrában azért benne van, hogy jó, azért vigyázzunk. Tehát itt mindenkit érint, ha lehet például nagyon sokan Bécsben nem járnak most már autóval, és ez a középosztályra is ugyanúgy vonatkozik, mint a gazdagabbra, még annál gazdagabbra is, hogy inkább leteszik az autót, és akkor tényleg megveszik a klimatikettet, amit egy évre meg lehet kapni, és akkor jelentősen spórolnak vele, és inkább azzal járnak Bécsen belül is, de akár Bécsen kívül is ezt el tudom mondani, hogy családomból is mindenki megvette ezt a klimatikettet, amivel egész Ausztriában járhat minden járművön, de nem kell autót használni. Ez nagyon érdekes, hogy mennyire másképp reagálnak különböző országokban erre, hogy az imént azt hallottuk, hogy igazából Romániában nem nagyon szeretnének alábbadni egyelőre. Lehet, hogy a nehezebben elért életszínvonalhoz jobban ragaszkodnak, mint az osztrákok, akiknek van már amúgy is egy elég magas életszínvonal, és talán ez nem jelent. Meg hát egyszerűen talán fegyelmezettebbek, és nem jelent akkora csökkenést, vagy nem tudom, hogy ezt minek lehet betudni. Hát annak is be lehet tudni, hogy például nagyon szeretnek az osztrák emberek étterembe járni. Most például azt lehet látni, hogy ha eljártak eddig minden második, mondjuk vasárnap egy étterembe, akkor most is eljárnak, de már csak kávét isznak az étterembe, vagy tejáznak. Tehát már itt ilyen módon is, és ezek jó szituált, anyagilag jó szituált családok, akik megtehetnék esetleg, hogy akkor is megfizetik ezt a magasabb, jóval körülbelül egy olyan 11%-kal emelkedett az éttermekben is az árak, tehát az étlapon már megdöbbenné az ember, hogy milyen áremelések vannak, de akkor megpróbálnak így, hogy azért ne menjen tönkre az étterem tulajdonos, de közben mégis, tehát mindenképpen mégis egy visszafogják, legyen. Igen. Uh-huh. Visszafogják, igen, és azért eljárnak, hogy ne kelljen bezárnia a tulajdonosnak. Nagyon érdekes, és hát nyilván akkor ebből azért látszik, hogy valóban most lehet, hogy mindenki másképp reagál rá, de azért egész Európát sújtja az a fajta áremelkedés, és nem is kismértékben, csak van, hát talán a reakciók különböznek. Nagyon köszönöm, Márti, hogy itt voltál velünk, és ismét egy kis betekintést engedtél nekünk az ausztriai mindennapokba. Köszönjük, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, én is a megkívást. Köszönöm. Szia, szép Kati. Napot nektek, szervusz. Szép napot, szervusz.